A Ferencváros jelenleg második a hazai bajnokságban, az Európa Liga csoportkörében még nem szerzett pontot, így sokan már is edzőkérdésről beszélnek. Péter Stöger helye azonban biztos, nyilatkozta Kubatov Gábor elnök egy minap interjúban. Az osztrák tréner a csütörtöki szeltik elleni elmecs előtti sajtótájékoztatón a hír kommentálása helyett inkább arra koncentrált, hogy végre pontokat szerezzen a Ferencváros. Ha csak agresszívebb és támadóbb szellemű futballt kellene kérnem, akkor könnyebb dolgom lenne. De ennél természetesen összetettebb a helyzet. Hazai pályán a nemzetközi meccseken eddig jól teljesítettünk. Van elég önbizalmunk, ha tökéletesen hozzuk magunkat, akkor meg lesz a három pont. Még úgy is, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. A cél, hogy kevesebbet hibázzunk, figyeljünk a védekezésre. A Celtic támadó játéka ugyanis kiváló. És természetesen nagyon fontos a szurkolók támogatása is. Tokmak Nguyen egy éve gólt szerzett a Celtic ellen, a támadó azonban nem magával, sokkal inkább a csapattal és a győzelem lehetőségével van elfoglalva. Még egy mester négyesre is nemet mondana, ha az csak egy pontot érne, ennél egy öngólal elért győzelemnek is jobban örülne. Mikor is szereztem azt a gólt? Nem néztem vissza, nem foglalkozom ezzel, sőt azzal sem, hogy most fogok-e gólt szerezni. Egy dolog érdekel, hogy a csapat győzzön, hogy kirúgja a gólt számomra teljesen mindegy. A múlt héten a gyírmótot legyőző FTC-nek közben pedig a bajnokságra is figyelnie kell, vasárnap ugyanis az élóvas kisvárdához látogat. Egy kis lépést tettünk a múlt héten a helyes út felé, de realistán kell értékelni a helyzetet. Van az úgy néha, hogy egyet hátra is lépünk közben. Ez történt azon a három meccsen. Ha úgy teljesítünk a bajnokságban, mint eddig, 70 pont felett végzünk. Az el csoportkörben viszont még egyetlen pontjuk sincs Botka Endréknek, de ez csütörtök este megváltozhat.